Jó napot kívánok! Ma azt nézzük meg, hogy hogyan lehet meglévő e-mail címmel egy Google fiókot létrehozni. Először menjünk a google.hu honlapra, és ugye hoppá, itt látszik, hogy be is vagyunk jelentkezve, gyorsan jelentkezzünk ki. És ha ki vagyunk jelentkezve, akkor itt megjelenik egy bejelentkezés gomb, arra kattintsunk rá, és az űrlap alatt lesz egy olyan, hogy hozzon létre egy fiókot oda. Ugye most ugye úgy hozunk létre Google fiókot, hogy egy meglévő e-mail címmel. Ugye ide ki kell tölteni a nevünket, és annak ellenére, hogy egy meglévő e-mail címmel regisztrálunk, mégiscsak választani kell egy Gmail címet, de azt majd később nem fogjuk használni, se levelezésre, se belépésre. Hát, akkor én most azt a jelszót választom, hogy valamennyi, ide beillesztem, megadom, hogy mikor születtem, meg a nememet, aztán nem. Ez nagyon fontos, hogy itt a meglévő e-mail címet meg kell adni. Majd ezeket a nehezen olvasható számokat, ugye a 249-et, meg ezt a könnyebben olvashatót meg kell itt adni, el kell fogadni a feltételeiket, és ezzel a kék gombbal itt akkor mindjárt sikerül is. Na most nem biztos, hogy minden esetben fog kérni telefonos ellenőrzést, hát most tőlem kér, ugye nem SMS-ben, hanem telefonhívással, és akkor itt nézzük, mi történik. Köszönjük, hogy használja a telefonhálózatunkat. Az ön kódja 8, 3, 7, 5, 7, 5. Még egyszer. Az ön kódja 8, 3. Jó, ez sikerült is. Szóval lehet, hogy ez a telefonos ellenőrzés dolog nem lesz. És akkor itt a következő lépés gombra kell kattintani. És már kész is van a Google fiók. Na most azt az e-mail címet, amit az előbb megadtunk, ugye a létező e-mail címet, azt igazolni kell, hogy ez a miénk. Ezt olyan módon lehet megtenni, hogy ugye fogunk kapni egy levelet a Google-től. Nézzük meg, hogy megjött-e, megjött már, aminek ugye az a tárgya, hogy Google e-mail ellenőrzés, és lesz benne egy link, amit itt kimásolok, és itt ebbe a másik böngészőbe, amivel éppen regisztrálok, ide beillesztek, és megnyomom az Enter-t. És már igazoltam is, hogy az a korábban megadott e-mail cím az enyém, ide kattintok a folytatáshoz, és akkor visszadobott ide a főoldaláról bejelentkezhetek, de most ugye nem ezzel a választott Gmail címmel jelentkeznék be, hanem másikkal, itt oda kattintok, hogy bejelentkezés másik fiókkal, fiók hozzáadása, és akkor itt a meglévő e-mail címemet beírom, és beírom a jelszót is, amit választottam az előbb, és bejelentkezek. És sikerült is bejelentkezni. Ugye itt kiírta, hogy most be vagyok jelentkezve, ugyanitt a Gmail címet írja ki, de ugye az előbb lehetett látni, mégsem ezzel jelentkeztem be, de már lehet használni sok Google szolgáltatást, erre a 9 kis négyzetre kattintva, itt átmehetünk például itt a Google Drive-ba, ahol a fájlokat lehet látni. Hát itt próbálja velem letöltetni a programját, de azt nem töltöm le, és akkor itt ugye lehet látni, hogy éppen most nincsen fájl, de létre lehet hozni, meg lehet nézni, hogy mit osztottak meg velem, és ugye itt ki is lehet lépni. Hát minden jót kívánok, viszont hallásra!